Sziasztok, gyerekek! A mai mese címe a Molnár leánya. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy molnár, és annak volt egy gyönyörű leánya. Egyszer úgy adódott, hogy a király színe elé járulhatott, és úgy próbálta meg felhívni magára a figyelmet, hogy azt mondta a királynak: van nekem egy leányom, akinek a legdurvább szár is arannyá változik a kezében fonás közben. Ez aztán valóban figyelemre méltó adottság, felelte a király. Ha azonban olyan rátermett a leányod, amit mondod, hozd el holnap a palotába, és bemutathatja, amit tud. Amikor megjelent a leány a palotában, az uralkodó bevezette egy szobába, amit tel is tele volt szalmával. Adott mellé egy rokkát, és így szólt: ne késlekedj, már is láss munkához! Holnap reggelre ennek a sok szalmának arannyá kell válnia, s az egészet megfonva akarom látni. Ha nem így lesz, bizony halállal lakolsz. Erre kulcsra zárta az ajtót, és egyedül hagyta a lányt a szobában. Szerencsétlen Molnár leány nem tudta, mit évő legyen. Soha életében még csak meg se fordult a fejében, hogy arannyá változtassa a szalmát. Egyre nyugtalanabb lett, majd kétségbe esetten sírva fakadt. Ekkor hirtelen kinyílt az ajtó, és belépett egy törpe. – Szép jó estét, Molnár leány! Hát te miért sírdogálsz? – kérdezte a jövevény. – Jaj, szegény fejemnek! Arannyá kell változtatnom ezt a sok szalmát, és fogalmam sincs róla, hogyan tehetném. – Na, mit adnál cserébe, ha én megtenném helyetted? – A nyakékemet! – felelte a leány. Törpe fogta hát a láncot, majd odaült a roka mellé, és 3 perc alatt feltekerte a csívét, újra meg újra megismételte, míg végül az egész szalmát feltekerte, ráadásul mire elkészült vele, már aranyból volt az egész. Pirkadatkor megjelent a király, és káprázatok, s ragyogás láttán igen elégedett volt, csak hogy túlságosan is fösvény ember volt, és még többet akart. Megparancsolta, hogy vezessék a Molnár leányt egy jóval tágosabb szobába, amely szintén tel is tele volt szalmával. Ismét meghagyta a lánynak, hogy egyetlen éjszaka leforgása alatt fonja meg, és változtassa arannyá az összes szalmát a szobába. A Molnár leány megint sírva fakadt, és újfent megjelent előtte a törpe, hogy felajánlja neki a szolgálatait. A lány ezúttal a gyűrűjét kínált a cserébe. A törpe odaült a rokkához, és hajnalra minden szalmát arannyá változtatott. A király még boldogabb volt, mint előző este, csak hogy a fösvénysége arra késztette, hogy egy harmadik, az előzőnél jóval nagyobb szobába vezesse a lányt. Most is azt kérte tőle, amit eddig. Ma éjszaka? Ezt kell arannyá fonnod. Ha megteszed, feleségül veszlek. Azt gondolta magában az uralkodó, hogy hiába Molnár leánya ez a szépség, keresve sem találhatna nála ügyesebbet. A lány megint magára maradt, 3. is megjelent a törpe, és ezúttal is kért valamit a szolgálataiért. Már nincs mit adnom, felelte a leány. Rendben van, de ígérd meg, hogy a királyné lettél, nekem adod az első gyermekedet. Ki tudja, mit hoz a jövő, gondolta magában a Molnár lány. Szorult helyzetében megígérte, hogy teljesíteni fogja a törpe kérését. Az apró emberke erre arannyá változtatta a tengersok szalmát. Amikor másnap reggel a király megpillantotta a sok aranyat, elhatározta, hogy bizony feleségül veszi a leányt. 1 éven belül megszületett a királyné első gyermeke. Az egykori Molnár leány akkorra már megfeledkezett a törpének tett ígéretéről, de a régi ismerős egyszer csak betoppant a hálószobájába, és követelte a jussát. A királyné remegni kezdett, és a világ összes kincsét felajánlotta a törpének, ha lemond a gyerekről. Ám a törpe hajthatatlan volt. Nem kell bizony neki semmi más. 1 élőlény többet jelent nekem a világ valamennyi kincsénél, mondta. A királyné zokogni és könyörögni kezdett, és kétségbe esése kissé meglágyította a törpe szívét. Na, megengedem még, hogy 3 napig nálad maradjon. Ha ez alatt kitalálod, hogy mi a nevem,
feloldalak az ígéret kötelezettsége alól. A királyné egész éjszaka virrasztott, és minden nevet megpróbált felidézni az emlékezetében, amelyet valaha is hallott. Elsorolta a legszörnyűségesebbektől a legfurcsábbakig mindent, sőt, még bízta még egy emberét is, hogy írja össze valamennyi nevet, ami eszébe jut, ami előfordul a királyságban. Amikor másnap megjelent a törpe, a királyné sorolni kezdte a neveket. Gáspár, Mennyhért, Boldizsár, a törpe szigorú arccal válaszolt. Nem, így hívnak. Másnapra a királyné kinyomoztatta az összes létező nevet az országba, és egymás után sorolta őket a törpének. Nem úgy hívnak véletlenül, hogy Babszem Jankó, Pöttöm Palkó, vagy Borsószem Ferkó. A törpe mindenre így felett. Nem, ez az én nevem. A harmadik napon a királyné embere hírt hozott a palotába. Újabb neveket nem találtam, a helytetőn azonban felfigyeltem egy kicsi kunyhóra. Egy törpe ugrandozott előtte, és azt a furcsa kis dalocskát harsogta, hogy kenyeret sütök, aranyat forog, királyfit lopok, sok mindent tudok, igen bölcs vagyok, úgy hívnak, pocok. Képzelhetitek, milyen boldog lett erre a hírre a királyné? A törpe megjelent, és feltette a kérdést. Nos, asszonyom, mi a nevem? Talán úgy hívnak, hogy Konrád? Nem. Akkor Ernő? Nem. Ne találtam pocok a neved? Hát ezt meg kitől hallottad? A törpe égtelen haragra gerjedt, hatalmasat toppantott, megnyílt alatta a föld, és derékig elsüllyedt benne. Kapta magát, elillan, s attól kezdve a színét se látták a királyságban. Így éltek azóta boldogan a király és a királyné. Így volt, mese volt. Ha nem hiszitek, járjatok utána.